Körülménybe járásán, meg ide már nem csak tavaszi nyári időszakban, hanem az egész téli időszakban járnak a gépek Budapestnál, de között elbízunk benne, hogy azért igen sikerül a 15 000-es utas létszámot elérni. De miért is utazzanak az emberek Máltára? Málta elsődleges vonzereje nem a mediterráni gyönyörű szép tengerpartjában és napsütésében rejlik, az is van, az természetes, hanem hihetetlen gazdag történelmi múltjában, 7000 éves történelmi múltja során, mivel a földközi tenger közepén helyezkedik el, mindig volt valami civilizáció, aki egy rövid ideig itt tartózkodott, és álból ébresztalványítás esetén néhány 10-100 évet itt átöltött. A kiemelkedő lányvalók közé sorolnám Vallettát, amely jelenlegi főváros. Ez egy relatív fiatal város, hiszen 1565-ben ütköztek meg a máltai lovagok, az akkori johannita lovagok a törököket, és ezt követően a stratégiai megerősítés végett építették ezt a várost, meg a Sibéra-félszigeten, ennek az volt a fő oka, hogy itt ütköztek meg a törökökkel, másrészt egy hihetetlen jó nagy, természetesen kialakulású kikötő van Valletta mellett, ahol az ő vagyonit nagyon jól elfértek. Valletta egy mesterem, egy gentleman's, tehát úriemberek által úriemberek részére épített város. Tervezőasztalnál készültek a város terve, és ezt szerint építették meg. Aki mondjuk Máltán járt, meg elsőképpen Vallettában, és járt előtte mondjuk Amerikában, San Franciscóban, az érzi a különbséget, hogy ilyen nagyon hátrány az út, de ugyanakkor még egyenes. Tehát ilyen magas szétkülönbségek azért a városon belül vannak, de minden abszolút egy építháló mentén lett megtervezve. Ennek részint az oka az, hogy megfelelő legyen a légkondicionálás, tehát ez mondjuk az ott élőknek az egészségügyi, illetve a közérzeti javítása. Másrészt, hogy a fegyvereket az egyik félsziget egyik pontján a másik erősen tudják mozgatni. A johannita lovagok mindig elkezdték ezt az építkezést, és mintegy 7 év alatt felépült ez a budai várméretű terület. Várták a törökök támadását, akik szerencsésen nem nyertek vissza. Vélhetőleg azért, mert akik nálunk fordították a küzdelmeiket, ugyanarról a Szulajmáról beszélünk ugyanis, abban az időszakban 1560 környékén, és így aztán a törökök nem tértek oda vissza, Dél-Európát ilyen szinten nem támadták, a lovagok pedig utána Európa nem is a családjaikból származtak, ilyen második, harmadik szülött gyerekek, akik nem örökölhették a nagy vagyont, de azért így nem halasztottak a jövedelem hiányára. Ezekkel az elég jelentős mennyiségű vagyonokkal társultak, vagy ott léptek be a rendbe, tehát egy igen tisztességes vagyon sikerült